Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen. Kell tolmács? Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem. Jó reggelt kívánunk, mert hogy adóvilág rovatunkban ilyenkor megszokhattátok, hogy Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonal túlsó végén. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hát Marokkó! Egy érdekes szempont lehet gazdaságilag, hogy ez ilyen kelet-nyugat találkozása, mert hogy elég hosszú ideig gyarmat volt, és hogy nagyon sok mindent, ahogy olvastam erről az országról felkészülvén a mai beszélgetésünkre, nagyon sok mindent megőriztek az egykori nyugati vívmányok közül. Igen, egy nagyon, nagyon különleges ország, ugye geopolitikailag egy szerencsés fekvése van, a Gibraltári szorosnak a déli része náluk van, ez nyilván a történelmüket is jelentősen befolyásolta, csak ugye gyarmatként, hát protektorátusként a spanyolok és a franciák felügyelték őket. 1956 óta függetlenek. Gyakorlatilag egy alkotmányos monarchia, tehát az uralkodó család, amelyik most hatalmon van, az a 17. századig vissza tudja magát vezetni. Tehát egy eléggé masszív történelmű ország. Most gazdaságilag sok olyan tényező van, ami őket különlegesített így a földrajzi fekvésük mellett. Róluk azt kell tudni, hogy a világ legnagyobb foszfát kitermelői, hát ebben vitamin is tartozom úgy volt, mint mondjuk Tunéziánál, hogy még kicsit rámondanak, hanem ott teljesen egyértelmű, ők a legnagyobbak. Rengeteg az állami kézbe is van, és hát gyakorlatilag ez az ő exportjukat is meghatározza. A foszfátok, én nem vagyok nagy kémikus, de a foszfátok az én tudomásom szerint sók meg. A rengeteg iparágban kerülnek föl használásra, és azért ez önmagában egy nagyon-nagyon-nagyon sajátos helyzetet tud adni ennek az országnak. De ennek egyébként az ország egy nagyon szépen fejlődő ország az arab országok között. Igen, alapvetően ugye ilyen növényvédőszer, műtrágya, ilyesmi, hogyha jól emlékszem. Mosószerben is van, azt hiszem. Igen. Igen, ez egy eléggé keresett alapanyag, és ez úgy néz ki, hogy ez egy jó alap az országnak. De a gyakorlatilag nem csak erre építenek, mert a gyakorlatilag exportálnak járműveket, különböző kémiaanyagokat még húzva, tehát de a fő piacaik alapvetően a fekvésükből eredően ugye Spanyolország, Franciaország, India is és Egyesült Államok is. Nagyon sok szabadkereskedelmi egyezményük van, tehát ez elég egyezmény, és úgy néz ki, hogy az ország elég sok figyelmet szentel ennek. Tehát az Európai, tehát az EU Unióval, az EU-val is van szabadkereskedelmi megállapodásuk, az Törökországgal, az Egyesült Államokkal, és a legtöbb arab országgal is. Tehát úgy néz ki, Marokkó elég erős ebből a vonatkozásból. De a növekedésük az állítólag elég jó, tehát Törökországgal állítják őket a húzamba, tehát olyan dinamikát jósolnak nekik, ami merebb. De tavaly is álltok 4,5%-os növekedés, nem tavaly előtt 4,5%-os GDP növekedésük volt, azért az úgy nem hangzik rosszul. Az adórendszerük mindenhez viszonylag általános, de egy-két speciális vonásuk van csak, de az áfájuk az 20%, a társasági adójuk az 30%, és az SZIA-juk az egy ilyen sávosan 0 és 38% között megy. Viszont ami érdekes, hogy Casablanca egy ilyen finance city státuszra törekszik Afrikában, és gyakorlatilag, ha valaki Casablancában pénzintézeti licenceket akar kiváltani, akkor ott adókedvezménye van, illetve rengeteg olyan speciális kedvezmény, tehát átváltási, tehát olyan a működésbeli jogosítványt kap, ami egyébként ebben a térségben szokatlan. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy itt a marokkói kormány, illetve a marokkóiak egyértelműen próbálják más irányból is ezt a fajta befolyásukat fönntartani, és ez a pénzügyi szektor irányába indultak el. Ezen túlmenően van egy rakáskedvezményük, ami ha letelepedik az ember ilyen különböző speciális exporttermelő zónákba, akkor ott is nagyon jó kedvezményeket lehet elérni. Ilyen esetekben a
bérköltségre játszanak, tehát a marokkói bérköltség az gyakorlatilag egy olyan, azért az ott, tehát nem európai, azt nagyjából lehet látni. Ha jól emlékszem, akkor a minimum bérük az olyan $300 körül érték per hó. Tehát azért ők alapvetően elég versenyképesek. Szóval én úgy gondolom, hogy semmi különös, viszont ez a banki kedvezményük, meg a szabadkereskedelmi területi, az szabadkereskedelmi megállapodásaik nagyon komoly lehetőséget adnak ennek az országnak. Egyébként érdekes, hogy az infrastruktúrára is nagyon sokat költenek, egyedül Afrikában náluk van ez a Tizsivé. Tehát ez a francia gyorsvonat, aztán Casablancát és Tangiert köti össze, tehát gyakorlatilag szinte európai szintű dolgokat valósítanak meg, ami szerintem haladóan érdekes. Oké, nagyon szépen köszönjük, figyeljük akkor Marokkot tovább is, és mindent, amit eddig hallottunk róla, azt megpróbáljuk beépíteni a következő blogba. Zoltán, szép napot, jó hetet nektek! Köszönöm nektek is, sziasztok! Szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, aki a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, mégpedig Marokkóról, mert hogy adóvilág rovatunkban most Marokkóba látogattunk el. Hamarosan dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértőt hívjuk, és megkérdezzük, hogy Marokkó hogy áll. Egy közlekedés ír, a harmadik kerület Lajos utca Galagonyától arra szól az Árpád híd felé, taxis István jelezte ezt, okát egyelőre nem tudjuk. You had plenty of money in 1952. You let other people make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting here wondering what it's all about. If you don't get some loot, I'm gonna put you out. Why don't you do right like some other men do? Get up and get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, utaztatja, legyen felkészülve. Folytatódik az adóvilág a Millás reggeli adószótára. Érdekességek, adózási szokások, geopolitikai helyzetkép. És itt van velünk a vonalban dr. Feledi Botond, külpolitikai szakértőnk. Szervusz, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok! Itt is próbáltam készülni a veled való beszélgetésre, és beütöttem, hogy Marokkó, és hogy milyen politikai eseményeket dob ki. Hát gyakorlatilag a migránsokról szól
minden, hogy marokkói migránsok mit csináltak, hol vannak, hol fogtak el, mennyit fogtak el, radikalizálódnak, nem radikalizálódnak. Tehát úgy tűnik, hogy ez a migrációs nyomásnak az egyik hídfője, a másik, ami viszont nagyon érdekes, és ezt Spanyolországban élő ismerőseimtől hallottam, hogy ugye Marokkóban van két spanyol enklávé. Két város, azok ilyen erődítményé vannak formázva, és időről időre ilyen ostrom állapot alakul ki, összegyűlik néhány ezer vagy néhány száz bevándorló, szabályosan megrohanják ezeket az erődítményeket, és akkor hát így próbálnak erőszakkal átjutni Európában. Európában is erre nem nagyon ír a sajtó ezekre az ostrom állapotokra, szóval nem tudom, hogy ennyire forró fészek Marokkó Észak-Afrikában? Ugye forró fészek, nyilván a Líbia, ami teljesen szétesett, azért sokkal-sokkal forróbb Marokkónál vagy Algériánál. Marokkó igazából 10 éve küzd most már látványosan európai segítséggel a migrációval, tehát Marokkó tulajdonképpen már bőséggel a általunk migrációs válságnak nevezett 2 éves jelenségnél régebb óta fönt van ezen a térképen. Tőlük először még kenukkal mentek át spanyol szigetekre. Volt, hogy körülbelül egy fél év alatt 30 ezer ember, és aztán jöttek azok a pillanatok, amikről ez a két NKV, ugye valamikor 1956-ig francia-spanyol protektorátus volt a terület. És ebből a szempontból megmaradt két spanyol kis városka, ahol tényleg egészen elképesztő állapotok vannak. Ezen a magyar sajtó nem foglalkozik, azért, ahogy most beírtad, a Nemzetköziben egyébként gyönyörű dokumentum filmeket lehet már találni. A Vice News egyszer ki is szállt. Itt tényleg a szembelévő hegyen gyülekeznek a egyébként nem marokkói, hanem tipikusan fekete-afrikai szubszaharai országokból érkező menekülők. És pontosan ez a taktika, hogy a több mint 7-8 méter magas kerítést egyszerre kezdik el mászni, és akkor néhányan átjutnak. De itt egyébként a nagyon komoly egyesség van a marokkói és a spanyol rendőrség között, tehát valóban vannak kis ajtók a kerítés alján, és ott szépen visszatessékelik őket. Úgyhogy ez gyakorlatilag már csak egy ilyen látványi útvonalnak számít, alig-alig jutnak át. Szegények volt, hogy a tengeren át próbáltak beúszni, volt, hogy vízbe lőttek, emberek megfulladtak. Tehát itt nagyon kemény állapotok vannak, de a spanyolok ezt a részt nagyon komolyan kezelik, és teljes határozottsággal lépnek föl. Én azt is olvastam, hogy tűzparancs van érvényben, tehát ki van adva a spanyol katonáknak, hogyha kell, és nagyon eldurvul a helyzet, akkor lőhetnek is. Így van, tehát ilyen esetről tudunk, amikor ez megtörtént, és még tetemet is találtak hozzá a vízben, akkor azért nagyon komoly spanyol beszélgetés volt arról, hogy most ez lehet, nem lehet normális, nem normális dolog. A kerítésnél általában nem lőnek éles lőfegyverrel olyan formán, hogy ott a kerítésről elkezdjék lelőni azokat, akik éppen átmásznak, mert ugye annyira magas a kerítés, van, ahol dupla, hogy mire odaérnek, addigra általában szegények valahol a földön fekszenek, innen-onnan leesnek, visszateszik őket. Tehát nagyon-nagyon kemény állapotok vannak. Viszont volt egy frissebbik hír, ez pedig arról szól, hogy a király menesztette posztjáról a miniszterelnököt. Ott alkotmányos monarchia van egyébként Marokkóban? Meg éppen kormányválság is a jelek szerint. Sőt, igazából egy fokkal jobb a helyzet, nem pontosan kormányválság volt, hanem az általa kinevezett miniszterelnök, aki október 7-én tavaly ősszel nyerte meg a választásokat az iszlamista pártjával, ennyi idő alatt márciusig képtelen volt kormányt alakítani. Tehát ez volt a fő probléma. A nyertes párt az egyébként ugye elég szép nagy a parlamentjük, tehát 395 hely van benne, ez nekünk a régi számunkról majdnem ismerős, a 386 fős egykori magyar parlament, és 125-tel nyerte meg ez az iszlamista párt. És ennyi idő alatt nem tudtak kormányt alakítani, úgyhogy nagy trükk volt, nem egy másik pártot bízott meg a király, 6. Mohamed, hanem a második embert a pártban. Tehát ez azért, ugye most nálunk nem működne, hogyha a szocialisták nem tudnak kormányt alakítani, akkor a második emberüket megkérik, hanem ehelyett ez a Szárderdén állott Máli megkapta ezt a lehetőséget, és ő hip-hop összepakolta 2 hét alatt a kormányt, és őket nevezték ki egyébként
pontosan most múlt héten, április első hetében a új friss kormány. Úgyhogy ez az, ami most felállt, tehát tulajdonképp most stabilizálódott a helyzet. Igen. Most Marokkónak milyen a viszonya nyugattal? Ugye mondtuk a spanyol enklávékat, mondtuk, hogy spanyol-francia protektorátus volt, kicsit a nyugati értékrendből azért megőriztek dolgokat, és ugye régebben ugye Tunéziát is ilyen nyugatiasodott iszlám államnak gondolták, egy időben Szíria is ezt a képet sugározta magáról, Jordániáról is azt mondják, hogy ilyen kicsit nyugatos. Marokkó hol tart ebben? Nagyon jó társaságba tettél, tehát pontosan ez a valahol a függetlenedés és a gyarmatosítás utáni időszakból megőrizte azt a lendületet. Ha nem is laikus állam, mert ezt egyáltalán nem lehet mondani, és a király egyben a hitek a valláshoz, vagy hithű emberek vezetője címet is viseli, tehát hogy nagyon sok vallási prerogatíva van, de maga az elit egyébként kifejezetten francia iskolákba járatja a gyerekét. Tehát amit mondjuk Afganisztánról a 60-as évekből tudtunk, vagy Iránról a Sah időszakából, tehát a revolúciós fordulat előtti időkről, az Marokkóban nagyságrendileg igaz. Egy példával tudom érzékeltetni. Nem olyan régen egy nagyon magasrangú belga rendőr mondta el egy háttérbeszélgetésen, hogy tulajdonképpen a marokkói bevándorlók, amikor érkeztek Belgiumba, akkor teljesen be tudtak illeszkedni a maguk módján a társadalomba, és azt kellett észrevenni, hogy azok a radikális mecsetek vitték el őket sokkal vallásosabb irányba, amivel Marokkóban egyébként nem is találkozhattak. Tehát sikerült őket Belgiumban radikálisabbá tenni, mint egyébként az afrikai faki partjára. Érdekes. Egyébként Marokkóban volt valamiféle arab tavasz, ugye végig söpört Észak-Afrikán az arab tavasznak nevezett demokratizálódási jelenség. Ezt az országot mennyire formálta át ez a történet? Ugye volt egy nagyon komoly alkotmánymódosítás, és éppen ezért beszélhetünk arról, hogy az iszlamista párt megnyer egy választást, tehát igazából ügyesen kezelték a helyzetet, volt politikai válasz a királyi család részéről, azért az az 1600-as évek óta a trónon lévő királyi család, tehát itt egy közel 400 éves kontinuitást mutatható ki, és 2011-ben volt egy elég komoly merénylet Marrakesben, amikor egy kávézót robbantottak több mint egy tucat halottal, de nagyjából ezt sikerült, hát olyan szépen mondjuk tamperálni a királyi családnak, tehát megúszták az arab tavaszt, és azóta egyébként látszik is, hogy ez működik. De az az érdekes, hogy a hattagú koalíció jött létre, és azért ez még tükrözi a királyi akaratot, hogy mindenki benne kell, hogy legyen nyugalom az országban. Tehát a radikális iszlamistákkal a liberális párt és a kommunisták is koalícióban vannak. Ami azért ugye hát nem annyira természetes egyébként. Az iszlamisták most 18 helyen szereztek többet. Tehát úgy szépen lassan látszik, hogy itt is létezne a jelenség. Tehát ahogy Egyiptomban nyert a muszlim testvériség, és volt egy négyszerűsége annak, hogy valamilyen mérsékelt vallásosságot visszahozzanak a politikai életbe. Ez itt is megvan, egyébként nem kaptak lényeges pozíciókat, mint koalícióalkotó pár, sőt, kifejezetten összehívtak egy vészkongresszust, hogy bár kormánytagok is alakítók, de alig kaptak posztokat, és egyébként a poligámiában élő volt igazságügyminiszterük, illetve az emberi jogi miniszter, tehát hogy nagyon furcsa helyzetek vannak Marokkóban, de pont ez az, ami összetartja ezt az országot, hogy eddig a királyi családnak alkotmányos monarchikus keretben nagyon ügyesen sikerült a különböző politikai erők közötti egyensúlyozás. Vannak kisebbségek, a tuaregek, a nomád törzsek ott még jelen vannak? Ez már csak engem Abszolút. Érdekel, és marhára nem a globalizálódó, és nagy, csak némi szimpátiával szemlélem a bolyongó tuaregeket. Hát szegény bolyongó tuaregek ott is bolyonganak, tehát van két nyelviségre vonatkozó szabályozás is, tehát hogy ilyen szinten egyébként a helyzetük nem olyan rossz. Amivel nagyon rosszul áll, vagy a legnagyobb kihívás a Marokkónak teljesen egyértelműen, az a nyugat-szaharai terület. Itt ugye egy Front Polisario nevű függetlenségi mozgalom megy, amit Algéria évtizedek óta támogat, és ez az a terület, amit igazából kevesen ismernek el, hogy most pontosan hova és hogyan tartozik. Ez egy óriási terület egyébként. Ez a legnagyobb geopolitikai problémája, mert nyilván innentől kezdve, hogy ez egy vitatott rész, itt van terrorizmus, itt nem építik ki az ellátást, mert mi van, ha mégse az övék. Tehát itt rengeteg problémája van
Marokkónak, egy kifejezetten Algériával. Hát lefogadom, hogy a hallgató közönség 99,9%-a sose lamentált azon, hogy vajon mi folyhat Marokkóban. Ezért szeretem ezeket a beszélgetéseket, mert rájövünk, hogy milyen érdekes tud lenni a világpolitika, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ilyen szakértően és izgalmasan tolmácsolod ezeket a történeteket. Na, hát örülök neki. Én is mindig izgulok, hogy mit találunk, és az aggasztó, hogy amikor ránézünk egy országra, ott mindig történik. Mindig történik. Igen, igen. Virtuális fezünket megemeljük előtted, és megyünk meghívunk tovább. Meghívunk a, hogy hívták a Humphrey Bogart bárját Casablancába? Nem tudom. Most majd a hallgatók kisegítenek. Most megfog, Rix, Rix Bar, Rix Café. Rix Café-ba meghívlak valamire. Nem sikerült. Tudom, hogy a Marokkóban lehet-e alkoholtartalmú ittat, akkor egy kávéra meghívunk a Rix Bar-ba, jó? Rix Café. Rix Café. Köszönjük. Szervusz, köszönjük, minden jót. Sziasztok, minden jót hallgatok meg is. Feledi Botondal, állandó külpolitikai szakértőnkkel beszélgettünk Marokkó témájában. Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adórovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.